Amen. No, múlt héten bevezettem az áldozatokat, meg aztán szombaton is egy kicsit érintettem, de ma ugye múlt héten megnéztük, hogy hányfajta áldozat van, és ma az égő áldozattal kezdenék el foglalkozni. Ugye előjáróban, amit nagyon fontos lenne leszögezni, hogy a törvény és az áldozatok, ez nagyon fontos, mert ma keverik a szezont a fazonnal, a törvény és az áldozatok a zsidóknak adattak. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem a dombováriaknak, nem a kaposváriaknak, nem a paksiaknak, nem a magyaroknak, nem a németeknek, a zsidóknak adattak. Tehát törvény senki másnak nem adott Isten, csak a zsidóknak. Ugye miért? Azért, mert Isten a zsidókat a saját népének tekintette, és a saját népének adott rendet és rendszert. Ez egy fontos dolog, hogy miért, hogy tudjanak közeledni az Istenhez. Csak pár igét hadd olvassak föl, ami bemutatja azt, hogy mennyire is a zsidóknak adatott a törvény, vagy a zsidók Isten népe. Ámos könyvének harmadik része, első-második vers, halljátok meg ezt a beszédet, amelyet az Úr szól felőletek, Izrael fiai, az egész nemzetség felől, amelyet fölhozott Egyiptom földjéről. Csak titeket választottalak magamnak, e föld minden nemzetsége közül, ezért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Ugye itt ez egy nagy vita a zsidóknak, hogy miért kellett őket választania, miért nem a magyarokat. De a lényeg az az, hogy egyértelműen, ami itt ebben fontos a második részben, azt mondja, hogy csak titeket választottalak magamnak a föld nemzetségei közül. Tehát a törvényadás, ugye az nem a keresztényeknek lett, nem a magyaroknak lett, nem az európaiaknak lett, hanem a zsidóknak lett. Miért? Mert ők az Isten népe. Ugye egy bizonság nem elég, ezért felolvasom a Zsoltárok könyvében is, aztán számtalan ilyen igét tudnék felolvasni, de ugye mivel ez nem ige felolvasás, ezért nincs erre itt időnk. Zsoltárok 147. rész, 19-20. vers, közölte igéit Jákobbal, törvényeit és végzéseit Izraellel. És most jött a lényeg, nem tett így egyetlen más néppel sem. Pont kész. Ennyi. Tehát ugye Isten itt egyértelművé teszi, és ugye ezért ma, ugye amiről szó lesz majd az áldozatok során is, meg szombaton is beszéltem, a rendszer, Isten az áldozati rendszert és a rendszert azt a zsidóknak adta Ószövetség keretein belül, és ugye ezzel kellett megbirkózzanak a zsidóknak, és Isten kegyelemből adta ezt, hogy legyen közeledés az Istenhez, mert nem volt más közeledésük. Ha nagyon egyszerű akarok lenni, akkor a törvény, az áldozati rendszer az Izraelnek adott ceremoniális, ugye mi a ceremónia? A ceremónia egy olyan folyamat, amit olyan ünnepélyesebben csinálunk. Ugye úgy is meg lehet enni a születésnapi vacsorát, hogy öltönybe öltözünk, gyertyát rakunk az asztalra, és feldíszítjük az asztalt, és egy finomabbat főzünk, mondjuk nem krumplis tésztát, hanem valami más, de úgy is meg lehet enni a születésnapi vacsorát, amit most már gyakorlat, hogy kibéreljük a McDrive-ba a külön termet, és sajtburgikkal megünnepeljük a szülinapot, tehát ez is egy megoldás rá. Mi a kettő között a különbség? A ceremoniális dolog, ugye, hogy az egyik a ceremónia az egy emelkedettek hangnemű lassabb folyamat, a gyors étterem ugye az pedig egy gyorsabb folyamat. Ezért az áldozatot nem lehetett oda menni, hogy pikpak, meg evágtam, elégettem és 5 perc alatt végeztem, ez nem ment meg drive módjára, hanem ez egy hosszú időigényes folyamat volt, ezért azt is lehet mondani, hogy az áldozat az valóban Izraelnek adott ceremoniális lehetőség arra, hogy megközelítse az Istent. Tehát majd ma meg fogjuk nézni, hogy milyen lehetőség, mert ugye volt a kötelező áldozat, és volt az önkéntes áldozat. Isten mindig meghagyta az önkéntességet. Az Ószövetségben volt a törvény, abban semmi önkéntes nem volt, viszont volt az Ábrahám hite, az pedig mi alapján volt? Hát az önkéntesség alapján volt, mert mit mondott Ábrahámnak? Szólt az Úr, és azt mondta neki, hogy gyere ki a te földedről. Ábrahám mit mondhatott volna? Nem jövök! De miért mondta? Azért, mert valószínűleg a szívében kereste az Isten. A törvény az egyáltalán nem egy szabadon választott történet volt, hanem az egy kötelező dolog volt. Miért? Ide is írtam, hogy miért volt kötelező. Azért, mert az Isten azokat is meg akarta menteni, akik nem akarták. Ma ezt a szabad akaratnak pontosan ez a lényege. Ha nem akarod, megmentett, ha akarod, ha nem megmentett, de nem kötelező neked ezt elfogadnod. Tehát ugye ma miért nem kell kötelező áldozat?
akkor volt kötelező áldozat. Miért? Mert ott is voltak ilyen renitensek, akik nem akartak megmenekülni. Ma ez megváltozott az Új Szövetségben. Hogy változott meg az Új Szövetségben? Ha akarod, ha nem, arra születsz meg Jézus Krisztus óta, hogy meg vagy mentve. Kész. Ez a lényege. Meg vagy mentve. A kérdés nem az, hogy meg vagy-e mentve. Ezen kár vitatkozni, hogy van-e az embernek üdvössége, van-e az embernek lehetősége menni az Atyához. Ezen nem kell vitatkozni. A vitatkozni azon érdemes, vagy azon kell, hogy én akarok-e menni az Atyához. Ugye eleve azt mondja Isten, hogy amit felolvastam az előbb is, hogy az ajtó előtt áll és zörget. Mondja ezt a laodiceaiaknak. Nem véletlenül a laodiceaiaknak mondja. Miért? Azért, mert nekem kell beengednem. Én ki tudom zárni az életemből az Istent, és nekem kell beengednem is az Istent. Ez nem olyan, mint a kötelező áldozatnál, hogy kajakra rám rúgja az Isten az ajtót, és azt mondja, hogy most akkor fiam, itt ennek vége is kész. Nem rúgja rá az ember az ajtót. Egyáltalán nem rúgja rá. Amikor elkapták a parázda nőt, ugye a házasságtörésen kapták, akkor sem az Isten rúgta rájuk az ajtót, hanem a helyi városlakók. Tehát az Isten fia nem rúgta rájuk az ajtót, hanem az inkább próbálta megoldani a helyzetet. Tehát Isten saját népének tekinti Izraelt, és ezért fontos, hogyha Izrael betartotta ezt a szövetséget, akkor kapott arra, nyílt neki lehetőség arra, hogy az Isten elé járuljon, és ehhez voltak eszközök. Az egyik ilyen élő eszköz volt a pap. Miért volt a pap? Mert a pap, ki volt a pap? A pap volt az, aki az Isten elé járuló személyként képviselte saját magát is, és képviselte a népet is. Tehát adott Isten közben járót, adott papot. Ugye ez is megváltozott az Új Szövetségben, amikor egy gyülekezetben a vezetők beékelődnek az Isten és a nép közé, azzal megint visszaállították az Ószövetséget. Miért? Mert Isten azt mondja, ámblok azt mondja az Új Szövetségben, hogy ti, te, én mindenki, választott nép, királyi papság vagyunk. Tehát most már én vagyok a pap. Én mehetek. Nem kell külön közvetítő, közben járó. Nagyon jól esik a segítség, a tanítás, stb. De az nem esik jól, hogy 30-40 éves kereszténység után is még megmondják, hogy kinek higgyek, mit higgyek, mikor higgyek, kire szavazzak. Ezek nem esnek jól. Miért? Mert bennem van az Isten, és majd az Isten engem elvezet minden igazságra. Ez így van meg a Bibliában. Ez egy fontos dolog a gyerekünknek is. Ugye amikor egy éves korában fogod a kezét, meg 3 éves korában, az jól néz ki, még le is fotózzák. De amikor valamelyik anyuka 40 éves korában vezeti a kisfiát, az is lefotózzák, de ez már nem néz ki olyan jól. És ezért ugye mi a kettő között a különbség, hogy el kell engedni egy idő után. És ezért ugye múlt héten még megnéztük a 2 Mózes könyvébe, hogy látjuk, hogy a sínai hegyen történik a törvényadás, és a törvényadás előtt is már volt papság, volt áldozat, például azt mondja a sínai hegynél az Úr, hogy ne engedd hozzám a papokat, vagy azt mondja Mózes, hogy megyek áldozni a Egyiptomon kívül, a pusztában, tehát volt áldozat, volt papság is, de ez nem keverendő össze a törvényadás utáni papsággal, mert akkor Isten megmondta, hogy ki lehet a pap, előtte lehet, hogy a nép döntött el, de a törvényadás után megmondta Isten, hogy főpap csak az Ároni leszármazott lehet, és csak léviták tölthetik be azt a tisztségeket, akit az áldozatokat bemutatják, kezelik az eszközöket a Szent Sátorban, nem lehetett más. Hiába jelentkeztünk volna mi a Júda törzséből, hogy vagyunk frankó gyerekek, és mi is tudjuk ezt csinálni, nem lehetett volna csinálni, mert ezt a léviták csinálták. Nem volt más lehetőség. Tehát ezért ugye rendelt Isten az áldozatokhoz papságot, és ezért nem keverendő össze, mert ma ki a pap? Te. Aki bízol Jézus Krisztusban. Ki a főpap? Jézus Krisztus. Ugye vannak ilyen titulusok, hogy lelkész, vezető lelkész, püspök, apostol, épp most kaptam a hétvégén is egy névjegykártyát, szerényen, diszkréten álló írva, hogy apostol. Nálam mindig ez egy kiváló belépő idézőjelben, amikor egy ilyen névjegykártyát kapok. Ja, azzal szinte borítékoljuk, hogy nem működünk együtt, mert szerintem ez nem így működik. De a lényeg az, hogy sajnos ma ezek a titulusok megvannak, de ugye ma nem kell külön áruni papság. Miért nem kell papság az Új Szövetségben? Mert van egy főpap, Jézus Krisztus. És ki a pap? Mi. Mi vagyunk a papok. Ezt mondja a Biblia. Ezért kívánták ezt a proféták és a királyok látni, mert ugye itt most egy olyan papság van, ezt mondja nekünk. Ez is megszínlelendő, meg elgondolkodtató.
hogy ezeket is bizony ki van ragadva az Ószövetségből. Tehát természetesen kell a vezetés, kellenek az ajándékok, de az Isten a testben, az Új Szövetségben azt mondja, hogy ajándékokat adott. Adott tanítókat, adott pásztorokat, adott prófétát, stb. Apostolt, evangélistát, tehát ez az öt fő szolgálati ajándék. De ezek nem keverendők össze a lévitákkal és az ároni leszármazottakkal. Ezeknek semmi közük nincsen, ezek ajándékok. Az Isten adta, és azt is megmondta, hogy mire adta, a test tökéletesítése céljából adta. Tehát nem azért, hogy ezek milliárdosok legyenek, nem azért, hogy elszakadjanak a néptől, hanem azért, hogy a testet tökéletesíteni tudják. Na most hogy tudják tökéletesíteni a testet, ha nem is ismerik a testet, ugye, amiről beszélgettünk az elején, hogy tudja felmérni egy ember, hogy mire van szükség, ha nem ismeri, hogy mi történik az emberek életébe. Van, aki nem jön rá mai napig arra, hogy van olyan, amikor az emberek nehézségben vannak. Tehát van olyan. Most arra hiába mondom, hogy higgyél, és már pedig mi akkor is csarnokot építünk, ha te neked nincs pénzed, higgyél! Higgyél! Vagy add el a házadat, higgyél! Lépj ki a vízre! Dehogy is! Hát vannak olyan időszakok, amikor az emberek nehézségben vannak. Nemzeti szinten is, családi szinten is, egyéni szinten is. Ezt ugye csak azt tudja észrevenni, aki az emberek között mozog. Ezért nagyon fontos, hogy megnéztük műtéten, hogy vannak véres áldozatok, ez az egyik nagy csoportja, vannak a véres áldozatok, majd meg fogjuk nézni, és vannak a vér nélküli áldozatok, és van egy harmadik csoport, a rituális áldozatok, ezeket is meg fogjuk nézni. Felsoroltam múlt héten, hogy az áldozatok ugye égő áldozat, ételáldozat, békeáldozat, vétekáldozat, jóvátételi áldozat, és italáldozat van megírva a Bibliába. Ez hat nagy csoport, és ezen belül még ugye ezeket beosztjuk kettesével, jóléti áldozatnak mondjuk, jó illatú áldozatnak mondjuk az égő és békeáldozatot, engesztelő áldozatok, mondjuk a vétek és jóvátételi áldozatot, majd itt meg fogjuk nézni azt is, hogy a vétek és a bűn között bizony a Biblia különbséget tesz, mert a bűn elszakít Istentől, a vétek pedig letérít, elferdíti az Istenhez való gondolkodásomat. Nem mindegy például, hogy leszakadt alattam a híd, teljesen eltűnt alólam a híd, vagy átmentem csak a másik sávba. A kettő között azért különbség van, mert a másik sávból viszonylag egyszerűen vissza tudok jönni a saját sávomba. Ha leszakadt alattam a híd, akkor már vannak bonyodalmak, hogy visszamenjek a saját sávomba. Ezért megkülönböztet bűnét való áldozatot és a vétekért való áldozatot. Ezért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezért ugye bűn és bűn között nem tesz az Isten különbséget, hogy a házasságtörés meg a hazudozás az van-e különbség. Az Isten számára nincs különbség, de van a vétek, az egy egészen más történet, és vannak kiegészítő áldozatok, ez az étel és az ital áldozat volt. Annyival kezdtem, és azt írtam le, hogy már a léviták elhívása előtt is volt. Ma az égő áldozatot szeretném megnézni, áldozat a Bibliában. Tehát ott kiírtam három igét, csak egyet megnézünk, de higgyétek el, hogy a másik kettőben is szerepel az égő áldozat szó. Ugye az 1 Mózes 8.20 a következőt mondja, ugye itt még bőven, Noé, bőven a törvényadás előtt vagyunk, és azt mondja, hogy Noé oltárt épített az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatot áldozott az Úrnak. Tehát az égő áldozat az nem a törvényadás utáni találmány, hanem a törvényadás előtt volt már égő áldozat, tehát a zsidók számára Egyiptomban sem volt idegen az égő áldozat, hanem ez egy korábban bevett kapcsolattartás volt az Istennel, csak nem volt szabályozva, hogy milyen keretek között, milyen célból, kicsodák, miért, mi volt a jelentősége, mi lett az eredménye, hanem csak úgy csinálták az emberek. Ugye ezért érdekes és ezért visszás dolog, amikor nagy vita megy ma, hogy mondjuk egy Szentlélekkel betöltekezett karizmatikus katolikus oda mehet-e és vehet-e ostját. Ez egy nagy kérdés. Mert ugye egyrészt be van töltekezve Szentlélekkel a ben, ha belegondoltok és nem bántva a katolikus testvéreimet, de viszont felhívja a figyelmüket erre,
hogy amikor bemennek az emberek, térdet hajtanak, amikor csengetnek, térdet hajtanak, amikor kijönnek, térdet hajtanak. Ott szeretném elmondani nektek, hogy ebben a nagy becsapás, hogy ők nem Jézus Krisztus előtt hajtanak térdet, hanem bizony, amikor fölevelik pap az ostját, akkor ők térdet hajtanak, ők az oltári szentség előtt hajtanak térdet, és ugye ez, akárhogy is nézzük, ez egy bálványimádás. És ezért fontos dolog, ezért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy különbséget kell tennünk ebben, mert ugye nem ugyanaz, amikor az ember szívből megy az Isten elé, és tényleg nem kőben, fában, tárgyakban, rituálékban, ceremóniákban akarja megragadni az Istent. Miért? Mert az Isten a ceremoniális kapcsolattartást azt kizárólag Izraelnek, és kizárólag itt az áldozati rendszer alatt adta. Nem adott új szövetségben ceremoniális kapcsolatot. Nem mondta, hogy hogyan imádkozzál, nem mondta, hogy térdelj le, nem mondta, hogy álljál föl, nem mondta, hogy újjon, nem szabta meg egy Isten tiszteletnek a keretét. Például egy ma a Bibliában nem olvasott ki azt, hogy van az Isten tiszteletének rendje, tisztelet, az egy normális dolog, de nem írta le, hogy első fél óra, második fél óra, harmadik, nincs ilyen leírva. Pontosan azért, mert nincs ceremónia az új szövetségben. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az áldozatok is azt jelentik, azért volt ennyi fajta áldozat, mert ezek is az Isten és az ember közötti kapcsolattartásnak a sokszínűségét jelentették. És nem is azzal van a gond, hogy milyen valláshoz tartozik az ember, hanem a gond mindig azzal van, hogy szívből imádja az Istent, vagy az Isten elé beékelődik valami. És akár mennyire is vannak betöltekezve Szentlélekkel, általában azok a karizmatikus katolikusok, akik részt vesznek a misén, akár mennyire is én teljes szívemből elhiszem nekik, hogy betöltekeztek, hogy nyelveken szóltak, hogy szeretik az Isten. Én ezt teljes szívemből elhiszem, és nem kérdőjelezem meg. Ez az ő lelkiismereti kérdésük. Viszont az a baj, hogy a legtöbb karizmatikus katolikus ugyanúgy részt vesz a miséken. Ugyanúgy bemegy, ugyanúgy áldozik. És ez már innentől kezdve egy egészen más műfaj. Tehát nagyon fontos, hogy Isten adott papságot, volt papság, ezt megnéztük múlt héten, a törvényadás előtt is, és voltak áldozatok is, ugye a Noét mondtam, Ábrahám is, ugye az 1 Mózes 22:2-ben olvassuk, hogy áldozatot mutatott be az Úrnak, égő áldozatot mutatott be, de mondok még egy jobbat, ott van a Jobb gyerek, az öreg Jobb, aki ugye a fiai, lányai összejönnek hétvégente, meghívják a barátaikat, és nem tudja a Jobb, hogy mi történik, hogy most kamatyolnak egymással, vagy csak társasjátékoznak, isznak, vagy csak üdítőt isznak, semmit nem tud, és azt mondja Jobb, hogy biztos, ami biztos, inkább, ha vétkeztek is, inkább bemutatok az Úrnak, micsodát, és ott is az égő áldozatot használja a Biblia. Tehát ez azért fontos, hogy volt áldozás, és volt papság a törvényadás előtt is, csak az Isten a törvényadáskor ezt rendszerbe foglalta, az áldozati rendszerbe, és soha többet utána semmi más nem foglalt rendszerbe. És ezt azért nem győzöm hangsúlyozni, mert ma ez okozza épp a félreértést. Jó? Ma az égő áldozatot szeretném csak gyorsan átfutni, tehát jóval a léviták előtt ugye megnéztük, hogy voltak áldozatok, sőt, ha megnézitek, fölírtam, hogy a pogányok is áldoztak, tehát abban a kultúrában a saját istenüknek, a Kettő királyok könyvének a harmadik részének a 27. versét elolvasom, akkor a moábiták is égő áldozatot mutattak be, ugye 4 Mózes 23:3-ban Bálák is égő áldozatot mutatott be, tehát a pogányok is, abban a kultúrában ez egy bevett szokás volt, hogy valamilyen módon égő áldozatot mutattak be, sőt ugye a Biblia említi, hogy ne csináljuk, mint a mólok, akik a gyerekeiket rakták rá a parázsra, a tűzre. Ugye mi történt itt? Hát itt az történt, hogy a gyerekeket ugye rátették a parázsra, és szinte szénégették a gyerekeiket. És voltak még ennél brutálisabb dolgok, hogy egy fém öntvénybe beleállították az embert, és a fém öntvényt addig ízították, míg teljesen fölízott, és természetesen benne az ember különböző kínök között elégett. Tehát a pogány népeknek az égő áldozatait, hát az egy horrorfilmbe illene, tehát nem volt olyan szerző, aki olyan horrorfilmet ki tudna találni, mint amit a valóság nagyon sok esetben szült. Ezért ugye az égő áldozat jelentését fölírtam ide. Az égő áldozat jelentése az azt jelenti, ugye az olá,
az égő áldozat, héberül, ez azt jelenti, hogy a füst, az áldozat felmegy, felszáll valahová. Tehát az égő áldozat az azért volt, ugye hármas jelentése volt, az áldozattevő, az áldozattal ki akar engesztelni valakit. Ez volt az alapja. Ugye ezért is adta Isten, azt mondta, hogy ezt múlt héten felolvastam a 3 Mózes könyvében, hogy az állatnak az élete a vérben van, és a vérnek az ontása szerez engesztelést a mi bűneinkre. Ugye ezt elmondtam, és nem győztem hangsúlyozni, hogy az engesztelés az azt jelenti, hogy megbocsátja a bűneinket, de nem szerez megoldást a bűneinkre. Ugye Jézus Krisztus nem csak, ugye Jézus Krisztus ezért érdekes a halál és a feltámadás. Mert a halálával, a vérének a kiontásával mi történt? Engesztelés szerzett a bűneinkre. A feltámadásával mi történt? Bűnbocsánatot szerzett, megoldást szerzett. Mi volt a megoldás? Hogy emberként feltámadt a halálból. Miért tudott feltámadni a halálból? Azért, mert volt protekciója, Isten volt az apja, nem. Azért tudott feltámadni, mert nem volt benne bűn. És emberként meghalt, és feltámadott a halálból, és ezzel mit szerzett? Megoldást is szerzett a bűneinkre. Mi lett a megoldás? Jézus Krisztusba vetett hit. Mert azt mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak ő általa. Ez egy nagyon fontos, alapvető igazság. Nem mehetsz vezető lelkész által, proféta, apostol által, egy módon lehet menni az atyához, Jézus Krisztus által. Nem véletlenül köpöm ki már 8. éve a tüdőmet, hogy minden ember Jézus Krisztushoz, ezzel nem akarom én elvenni senkinek a kenyerét, meg a bizniszét, meg az egyháztagjait, csak azt látom, hogy megvan írva, hogy senki nem mehet az atyához, csak Jézus Krisztus által. Ezért ez egy létkérdés. Ez nem vita kérdése, ez nem érzelmi kérdés, ez nem verseny kérdése, ez élet-halál kérdés. Hogy az emberek Jézus Krisztus által mennek az Isten az atyához, mert akkor van menetelük az atyához, vagy gyülekezetekben, fűben, fában, emberekben bíznak, mert akkor nincs menetelük az atyához. És ez egy alapvetés, tehát ezen kár is vitatkozni. Természetesen akik ezen vitatkoznak, azok azért vitatkoznak, nagyon egyszerű és egyenes leszek, ahogy szoktam, mert Jézus nevében saját bizniszt csinálnak. De nem az ő nevükben, hanem Jézus nevében. Nézzétek meg az egyház, miben tudott bizniszt csinálni, sajnos Jézus nevében. Ha nem Jézus nevét hirdetné, nem csinálna bizniszt. És ezért Isten pedig azt mondja, több helyen is a Bibliában, hogy én a nevemet nem adom tovább erre, és ez egy nagyon fontos változás szerintem az egyházban. A másik ugye, a tűzben elégetés illata felszáll Istenhez, és ugye ez így jelenti az égő áldozat. Például ugye van égő áldozat, van égő áldozat, amikor azt jelenti, hogy bizonyos részeit égetik meg a húsnak, és van egészen égő áldozat, a bőrt minden esetben lenyúzták, tehát azt nem égették meg, a húst feldarabolták, az egészen égő áldozatot általában este szokták rátenni az oltárra, és az reggelig elégett, ott mindent elégettek. Például nagyon érdekes, hogy a holokauszt szó, az az egészen égő áldozatból származik. Tehát ugye nem véletlenül a holokauszt, ugye az mit jelent? Teljesen, eredetileg teljesen elégetni. Tehát amikor a holokausztal kapcsolatban beugrik az embereknek a krematórium, ugye ebből látszik, hogy milyen ördögi, milyen szemét, mocskos látása volt a náciknak. Miért? Mert ugye meg lehetett volna ölni az embereket másfél is, ahogy meg is tették, de mégis, ha megnézitek, a legtöbb haláltáborban van, vagy hogy nyíltan, de volt, hogy kemencékben egészen elégették az embereket. Az innen az egészen elégetni szóból származott, csak ugye az Isten nem embereket kívánt egészen elégetni, hanem állat volt, állati pús helyettesítette, állati vér helyettesítette az embert. Az égő áldozatnak, amiről ma beszélünk, és ez a legfontosabb része az összes áldozatnak, de azért szeretném az elején leszögezni, mert volt kötelező égő áldozat, és volt önkéntes égő áldozat. Tehát az a szörnyű, hogy a kettő még az Ószövetségben is párhuzamosan zajlott. Miért zajlott párhuzamosan? Mindjárt meg fogjuk nézni. Tehát ugye a kötelező égő áldozat az mit jelent? Isten egy fix alkalomra rendelte. Például azt mondta, hogy minden reggel és minden este legyen áldozat. Azt mondta, hogy ünnepekkor ilyen áldozat legyen. Az ünnepekkor is különböző állatokat áldoztak meg. Azt mondja, hogy szabbátkor ilyen áldozat legyen, tehát különböző esetekre mit csinált?
különböző áldozatokat rendelt. És ezért ugye ez nem egy önkéntes dolog volt, nem lehetett eldönteni, hogy szabbátkor mit áldozunk, nem lehetett eldönteni, hogy reggel mit áldozunk, hogy este, hogy peszákkor mit áldozunk, hogy kovásztalak kenyerek ünnepekor mit áldozunk. Ezért például a mindennapi áldozat, ugye azt naponta kétszer mutatták be, reggel és este mutatták be, ez egy kötelező áldozat volt, itt is megvolt ugye a tüzet folyamatosan égve kellett tartani, csak reggel és este kihamustak alóla, de ugye ez egy olyan áldozat volt, amikor Isten, ha elolvassátok majd, utána néztek, akkor látjátok, hogy milyen állatot rendel. Aztán volt a szombatonkénti áldozat, ott például ugye a 4 Mózes 28:9-10 leírja, hogy erre a szombati áldozatra Isten két bárányt rendelt. Tehát meghatározta, hogy mi az, amit akkor kell. Aztán minden hónap első napján egy különleges égő áldozat volt. Ez a 4 Mózes 28:11-ben van leírva. Itt két bikaborjút, egy kost és két bárányt áldoztak föl. Tehát megvolt az állatoknak a száma. Aztán az ünnepeknél, Peszáknál csak ökröt áldoztak. 2 Krónika 30:24 ökrök voltak, és juhot, bocsánat, ökröt és juhot. Kovásztalan kenyerek ünnepe, ez a hétnapos ünnep volt. Itt mindegyik napján két bikaborjút, egy kost és hét bárányt áldoztak. 4 Mózes 28:24. Az első zsenge ünnepén egy kos bárányt áldoztak csak. 3 Mózes 23:12. Pünköstkor egy bikát és két kost és hét bárányt áldoztak. Kürdzengés ünnepekor egy bikaborjút, egy kost és hét bárányt. Nézd Mózes 29:2, és ugyanúgy megvan az engesztelés, és a sátorok ünnepénél is, hogy milyen áldozatok voltak. Tehát ezek voltak a kötelező áldozatok. A kötelező áldozatban nem volt választási lehetősége. Ez egy folyamatos miért volt kötelező? Azért, mert az Isten látta azt, hogy folyamatos közeledés kell az embernek az Istenhez ahhoz, hogy meg tudja őrizni a vele való kapcsolatát. És ezért előírta a kötelező égő áldozatot. Aztán az égő áldozatnak voltak rituális égő áldozatok is, például a 3 Mózes 8:18-ban, amikor a papok megszentelésére is égő áldozat volt. A nép megszentelésére külön volt égő áldozat. Aztán a leviták megszentelésére külön volt. Az oltár megszentelésére külön volt. A templom felszentelésére is külön volt áldozat. Sőt, a 3 Mózes 12:6 a szülésen átesett asszonynál is volt égő áldozat, a leprásokért is bemutattak áldozatot, a mag és vérfolyásos betegségben szenvedőkért is bemutattak áldozatot. Itt megállnék egy pillanatra, mert a Biblia a magfolyást és a vérfolyást betegségnek mondja. Tehát ugye azzal nekünk semmi problémánk nincsen sokszor, hogy az asszonyok mondjuk a menstruációs, ugye mit hívunk vérfolyásnak, azt, amikor egy asszony a menstruációs ciklusán túl is még menstruál, vérzik. Lásd, az sokáig vérfolyásos asszony, ugye 38 vagy 18 évig? 38 évig vérfolyásos asszony, 18, nem? 18, igen. De 18 évig vérfolyásos asszony, ugye mi történt? Az nem, 18 évig nem folyamatosan menstruált, mert ugye az nem mondható ez, folyt a vére. Ugye nagyon nagy dilemmát okoz a fiatal fiúknál például a magfolyás, a magömlés. Ugye amikor éjszaka alszik, lefekszik aludni, nem csinál semmit, egyszerűen csak nyugodtan akar aludni, és arra ébred, hogy tele van a gatyesz. Mert még olyat is álmodott hozzá, és utána főleg keresztényeknél ez egy kimondott lelki furdalást okoz. Csak szeretném elmondani, hogy a magnak is van ugyanolyan folyása, mint a vérnek. Tehát ez nem feltétlen egy olyan dolog, és ugye vannak felnőtt férfiak is, akik ebben szenvednek, például hogy szenvednek ebben, úgy, hogy nem tud normálisan nemi életet élni a társával. Miért? Mert előbb elfújik a mag, nem csak az orgazmus kielégüléskor, hanem előbb elmegy, és egyszerűen ezért nem tudja végigélni tulajdonképpen a szexuális életet. Tehát ez nem egy ilyen bűnből fakadó valami, hanem erre igenis ezt nem szabad, nem egyenlő az önkielégítéssel, vagy nem egyenlő a házasságtöréssel, vagy bármivel. Miért? Mert hát azt, hogy én éjszaka alszom, lefekszek, normális életet élek, stb. Csak arra ébredek, hogy tele van a gatyesz, hát most mennyiben vagyok én ebben hibás? Tehát ez egy érdekes kérdés, csak azért mondom, hogy itt megkülönbözteti ezt is. Aztán a tisztátalanná tett emberekért is volt égő áldozat. A fogadalom teljesítésekor is volt, amikor megfogadtak valamit, volt égő áldozat. Ezért nagyon fontos, hogy a kötelező jellegét, jelentése az égő áldozatnak az volt, hogy az Istennel való kapcsolattartás folyamatos,
következetes kötődés, közeledés kívánt az Istenhez, és meg akarta menteni az Isten az embereket. Tehát a törvényt azért adta, hogy megmentse. Tehát úgy volt a törvénnyel Isten, hogy nem hagyott benne szabad akaratot, hanem látta, hogy az ember milyen pusztuláson ment keresztül, meg akarta menteni. Ezért nagyon fontos, hogy a nép számára a kötelező áldozat, mire emlékeztette még a népet a kötelező áldozat? Arra emlékeztette, hogy bizony létezik a bűn, bizony létezik Isten, bizony létezik, hogy az ember távol van az Istentől. Az áldozat mire emlékeztette az ember? A saját Istennel való kapcsolatára és állapotára. Ezért Isten ösztönzőként megelégedettségét találta ebben. Miért? Hogy az ember keresse bizony az Istent, és keresse az Istennel való kapcsolatot. Nagyon érdekes dolog, amit fogok mondani, de végére fölírtam, hogy nagyon nagy kérdés ma például az úrvacsora. Hogy miért kell úrvacsorázunk? Mi az úrvacsorának a lényege? Hiszen tudjuk, hogy Krisztus teste, ugye mert sokan azt hirdették, különösen az oltári szentségnél, hogy ugye föl akarta az ostya a szájpadlásokat, nem lehetett lekaparni, mert az Krisztus teste, és össze gyúrod a kis Jézuskát. Tehát ugye egyben tisztában lehetünk, hogy a jelképek, ezek ugye azt mondja, hogy az én emlékezetemre törjétek meg a kenyeret, mint ahogy megtöretett a testem, és igyátok a bort, vegyétek a poharat, igyátok a bort. Miért? Azt is arra az emlékezetére, hogy az én vérem kifolyt. Tehát nagyon érdekes kérdés, mert csak egy megközelítésnek adom, hogy mi az úrvacsora. Én azt gondolom, hogy az úrvacsora egy olyan újszövetségi áldozat, ami arról szól, hogy Istent emlékeztetem arra, és Isten is emlékeztet engem arra, hogy Jézus odaadta az életét értem, a testét is odaadta, és a vérét is odaadta értem, és az ő vére megtisztított. Miért? Miért adta oda a testét? Mi történik az úrvacsorában? Emlékeztetem magamat rá, és hát az Istent is természetesen, de arra Jézus is emlékezteti, ugye kell az Istent emlékeztetni arra, hogy mi az úréi vagyunk. Hát ugye azt mondja az ige, hogy Jézus folyamatosan közben jár érettünk. De ez nem azt jelenti, hogy az Istennek elgurult a gyógyszere és szenil is, hanem bizony, hogy az áldozat mire emlékezett. Tehát az Isten emlékezett arra, hogy tavaly is volt Jom Kippur, emlékezett arra, hogy tavaly előtt is volt Jom Kippur, de mégis ezek az áldozatok emlékeztették. Ezért az úrvacsora egy nagyon érdekes, azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes áldozat, amikor emlékeztetjük saját magunkat arra, hogy ezért nagy kérdés, hogy miért kell nekünk ezt csinálni. Hát azért, mert időről időre, ugye miért csinálták ezt minden nap a régiek, mert minden nap emlékeztették magukat arra, miért, üldözték őket, lebeszélték őket a hitről, eltiltották őket a hittől, megölték őket a hitük miatt, most mit mondjak még, mindent megtettek velük, és ezért úrvacsoráznak nap, mint nap, miért, hogy a sok megpróbáltatás közepette emlékeztessék magukat arra, hogy ne aggódjanak, mert a Jézus vére meg kiontatott, és a teste megtöretett. Ugye, mi történik, mi már csak ilyen szellősen úrvacsorázunk, miért? Hát mert úgy vagyunk vele, hogy ünnepnapokkor, minden másnap, karácsony, húsvét másnapján, meg amikor nagy bajban vagyunk, akkor úrvacsorázunk. De mi az úrvacsora? Az úrvacsora az azt jelenti, hogy emlékeztetem magamat, és Istent is emlékeztetem ezáltal arra, mire emlékeztetem. Uram, tudom, hogy megváltottál. Tudom, elhiszem, hogy szeretsz. Tudom. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én úgy gondolom, hogy az úrvacsora például erre emlékeztetjük Istent és magunkat is Jézus áldozatára. Aztán van az égő áldozatnak az önkéntes változata, ez egy fontos dolog, az önkéntes áldozat. Ez miben különbözik a kötelező és az önkéntes? Hát ugye a magyar nyelv az jó visszaadja, a kötelezőben nem te döntesz. Aki tornát nézett, vagy szereti nézni a tornát, vagy vannak olyan gimnasztikai gyakorlatok, amiben van a kötelező, például jégtánc, vagy jégkorcsolya, van a kötelező gyakorlat, és van a szabadon választott gyakorlat. De most ugyanilyen volt a kötelező. A kötelező mindenkire vonatkozott. Miért? Azért vonatkozott mindenkire, hogy legyen az Istennel, tudják tartani a kapcsolatot. Az önkéntes áldozat nem mentesítette őket a kötelező alól, de mit jelentett az önkéntes? Hogy ő nem a kötelesség miatt megy az Isten elé, hanem azért, mert
benne van a szívébe, szabad akaratból. Az önkéntesség az micsoda? Az mindig szabad akaratot jelképezett. És az a megdöbbentő, hogy az Ószövetségben, az áldozati rendszerekben, az égő áldozat keretein belül is volt önkéntes égő áldozat. Ez mit jelentett? Szabad akaratból ment a dolgozó az Isten elé. Ugye itt is áldozati állatot vitt, mert ugye a kapcsolódás az Istennel a vérrontás állat volt. Milyen vérrontás által volt? Milyen lehetett az állat? Ugye az önkéntes áldozatban is az állat milyen volt? Épp és egészséges. A legszebb. Tehát nem lehetett oda vinni a döglés előtt lévő juhot, kost, ott van a tején, mindjárt megdöglik, gyorsan föláldozzuk az Istennek, nem lehetett, hanem értékesnek, épnek, egészségesnek kellett lenni. Az önkéntesben az is különleges volt, hogy akik ki tudták fejezni az Istennek való szeretetüket, azok bikaborjúval, juhval, kossal fejezték ki, de akik nem tudták ilyen nagy összegekkel kifejezni, azok mivel fejezték ki? Galambbal. Ezért például Jézus elhajtotta a galambvárosokat. Például a galamb áldozat az eléggé brutálisan zajlott, mert megfogták és kitekerték a nyakát a galambnak. Tehát így letépte róla a fejét, így indult az áldozat, akkor kicsorgatta a vérét. De ugye mit jelentett ez a galamb áldozat, a gerle áldozat? Hát a szegényekre. Hát a szegény, ha megfeszült, se tudott oda vinni egy bikát, vagy egy borjút, vagy egy juhot, vagy egy kecskét. Ezért ugye volt a galamb áldozat is. Úgyhogy az önkéntes áldozat az azt jelentette, hogy az emberek szabad akaratból, önként, szívükből kezdték el keresni az Istent. Ugye értékes többféle állat lehetett, bikaborjú, galamb. Például itt is van egy téveszme, amit átvettek az evangéliumi mozgalomban. Ugye amikor az adakozásnál azt mondják, hogy hát minél nagyobb pénzt adsz, akkor annál jobban szeretette az Istent. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt, de itt nem így működött. Itt általában a bikaborjút, a bárányt, a kecskét, a nagy dolgokat ugye azért adták a gazdagok, mert ők megtehették. Csak gondoljatok bele, amikor, és ez nem egy kötelező érvényű dolog volt, ezt nem kényszerítették rá a szegényre. A szegénynek meghagyták az opciót, és azt mondták neki, hogy galambot is hozhatsz. Például, ha belegondoltok, Jézus, amikor figyeli az adakozásban az embereket, akkor nagyon érdekes, hogy egy két fillért adó összhagyasszonyt állít példaként. Pedig ott látjuk, és ugye mit mond itt el, hogy a többiek miből adtak? A feleslegükből adtak. Tehát a gazdagnál nem volt probléma, amikor volt neki 100 báránya, hogy egyet odaad. Ez semmilyen problémát nem okozott. De egy olyannak, akinek nem volt se báránya, se juha, se kecskéje, se semmilyen ökre, bikája, semmije, az mi, annak milyen volt, annak néhány filléren kellett venni egy galambot, de mégis be tudott mutatni áldozat az Istennek, és ezt elfogadta. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az áldozatvállalás mai napig mindig mit mond az ige, hogy az erődnél, tehát az ereinknek megfelelően lehet csak áldozatot vállalni. Nem lehet többet vállalni, és ezért nagyon fontos, hogy ezt is ma beépítették, és ez úgy épült be az evangéliumi gondolkodásmódba, hogy és ezt azért ide is írtam a jegyzetem végére, hogy ezt mindenképpen el akarom mondani, hogy ugye itt az történt, hogy ma azt mondják, hogy azért tesznek többet, hogy az Istentől többet kapjanak. És ha többet teszek, akkor többet is kapok az Istentől. De ez most nem így működik, hanem az Új Szövetségben ez úgy működik, hogy azért tudok többet tenni, mert ismerem az Istent. Nem azért tudok többet tenni, mert én, ha azért teszek többet, azért adok többet, azért teszek többet, hogy majd én mit kapok az Istentől, vagy hogy ezáltal majd jobban megismerem az Istent, ez hazugság. Tudjátok, ezért tudják sokszor kicsalni az emberek zsebéből a nagy pénzeket, mert azt hiszik az emberek, hogy sokkal többet meg fognak tudni az Istenről, ha nagyobbat adnak. De nem így működik, hanem ez fordítva működik, hogy megismerem az Istent, és minél jobban megismerem az Istent, annál jobban tudom odaszállni magamat. Ezért nagyon fontos, hogy ezt meg kéne fordítani, és nekem semmi gondom nincs ezzel, csak azt látom, hogy olyanok, akik nem ismerték még maga az Istent, azért próbálnak többet adni, hogy majd ezáltal, az adás által megismerik az Istent, de nem. Pontosan ezért mondta a Biblia, hogy a jó szívből, a megváltozott szívből tudom én megáldani az Isten, meg az Istennek a munkáját. Nem, és az egy téveszme, ami ma zajlik, hogy áld meg, és akkor majd téged is megáld az Isten. Nem.
Nem így működött ez, és ezért nem változik meg sajnos sokszor az emberi szív, és ezért vannak Istenhez szemben hamis elvárások. Jó, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az önkéntes áldozatban, hogy a szív állapotát fejezték ezzel ki. Tehát a kötelező áldozatban nem volt lényeges a szív állapota. A kötelező áldozatban mi volt a lényeges? A rituálé, a ceremónia. Megvolt, hogy milyen állat. A ceremónia, tehát jó állat, jó időben, jó helyre, a papnak, stb. Lett odaadva, akkor a ceremónia, ha szabályosan lezajlott, hogy le van írva, akkor mi történt? Akkor az történt, hogy rendben volt. A kötelező áldozat pipa. Például, ha oda mennek egy embert, oda visznek a bíróság elé, és azt az ember törvényesen, törvényes bizonyítékok alapján elítélik, még ha ártatlan is, senki nem mondja azt, hogy ártatlan. Miért? Mert elítélték. Mi alapján ítélték el? A törvényes bizonyítékok alapján. Amikor oda hurcibálták Jézus elé a házasságtörő nőt, akkor a törvényes bizonyítékok alapján azt a nőt, azt tök jogosan el lehetett volna ítélni, meg lehetett volna kövezni. Minden, tehát a kötelező dolgok szerint mi történt? Minden rendben lett volna. Csak Jézus bedobott egyet, hogy azért nem vagytok igazságosak, mert ti ugyanazt csináljátok, és közben máson akarjátok elverni a polt. Tehát Jézus miért hívta fel a figyelmet? A kötelező és az önkéntes között ez a különbség, hogy az önkéntes már figyelembe veszi a szívnek az állapotát. Barátaim, ha csontbűnösen oda megyünk, és nem akarunk megváltozni, csak oda visszük a birkát, megoldjuk a papnak, végigcsinálják az áldozatot, akkor mi egy évig rendben vagyunk, vagy rendben vagyunk, megbocsátottak a bűnek, engesztelést kaptunk érte. Miért? Mert az engesztelés miért volt? Nem a szívünk állapota miatt volt, hanem a bemutatott áldozat miatt. Az önkéntességben mi volt a lényeg? Ott már fontos volt a szívnek az állapota. Testvéreim, ez okozza az egyházban a feszültséget, hogy egyházban egyszerre vagyunk jelen olyanok is, akik kötelező módon megyünk oda, olyanok is, akiknek egészen más van a szívükben, olyanok is, akiknek Istent akarják még jobban, ugyanígy keveredik ez az egész. De pontosan az új szövetségben nincs benne kötelező. Az új szövetség önkéntes, élő. Azt mondja, szánjátok oda magatokat, élő áldozatként. Mit mond? Nem azt mondja, hogy ha nem, akkor ez nincs retorzió. Megkérle, azt mondja, kérlek benneteket, szánjátok oda a magatokat. Tehát mit csinál a Pál a legtöbbször? Nem utasít és nem parancsol, hanem mit csinál? Kér, miért? Mert hát rájött arra az Isten, hogy figyeljetek, amikor úgy vett az ember feleséget, ugye vannak olyan történelmi korszakok, meg vannak még olyan országok ma is, amikor megvan, hogy kérte feleséget. Az is egy szép dolog. Ugye mit mondtak erre a régi öregek, majd megszeretitek egymást. De azért az egészen más, nem, amikor odamész, és az a hölgyemény, az azt mondja, hogy igen. Sőt, még azt is mondja, hogy szeretlek. Szóval nem az van, hogy az esküvőn látjátok először egymást, és akkor hát ez van kész. Hanem, és akkor nincs megkérdezve senki, se a férfi, se a nő nincs megkérdezve. Például nagyon sokszor még a romáknál is ez megvan, ugye, hogy a családok lemutyizzák, hogy ki kivel házasodik, és elég fiatalon odakötik őket. Tehát nincs választási lehetőség. De egészen más az, amikor az ember megkéri, szerelmes lesz, a másik is viszonozza ezt, ugye az nem egy utolsó szempont, hogy ne egy oldalú legyen, hanem két oldalú, összetalálkoznak, beszélgetnek, ismerkednek, össze akarják kötni az életüket. Ugye milyen csodálatos dolog a jegyesség, vagy az ismerkedés, aminek például a ma keresztény fiataloknak fogalma sincs róla, hogy kell csinálni. Hát pontosan az ismerkedésben jövök rá arra, hogy én annyira megszerettem azt az embert, hogy képes vagyok az egész életemet leélni vele. Hát az valahol rá kell jöjjek, az nem úgy van, hogy alszok, fekszek az ágyamba, jó marhapörkölt után is arra riadok éjfélkor, hogy a szomszéd Katiába én képes vagyok leélni az életemet. Ez is előfordulhat, de ezt azért ötször meg kell vizsgálni, hanem pontosan azáltal, hogy megismerem, megmutatja az Isten, megismerem, stb. Mi történik? Én egyszerűen bennem kialakul egy olyan, hogy le tudom vele élni az életemet. Na ez egészen más ez a házasság, mint az a házasság, amikor ez van, ő a feleséged is kész. Majd megszeretett, ne pofász, vedd el, kész, jó lesz ez. Nem véletlenül ugye nem ment bele, ugye Jákob nem ment bele Leába. Már belement, sajnos már úgyis mindenhogyan belement, de mi volt a baj? Hát az a baj, hogy ugye az miért vette feleségül? Mit mondott a lábán? Nálunk az a szokás, hogy az idősebbik lány nem megy később férhez, mint a fiatalabbik, és akkor Jákob azért, hogy
az önként választott, akiben szerelmes volt, megkapja, azért mit csinált? Elvette a lelhet feleségül. Nem is volt más választása, ugye, mert megtörtént az éjszaka. Jó, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az égő áldozatban, hogy van önkéntes, önkéntes áldozat is. És még az önkéntessel kapcsolatban néhány dolgot csak hadd mondjak el, és akkor nagyjából az égő áldozatokat be is vezettem, aztán még majd egy kicsit kiegészítem jövő héten. Az önkéntes áldozatnál ugye a szív állapotának a kifejezése volt az, hogy mégis mit gondol az ember az Istenről. Még valamit jelentett az önkéntesség, alávetettséget és odaszállást is jelentett. Tehát egészen más azt, mint azt mondják, hogy például majd meglátjátok, ha, vagy majd figyeljétek, hogy ahogy nőnek a gyerekek, ugye egy 3 éves, 4 éves, 5 éves, 10 éves gyereknek azt mondja, hogy megyünk az Isten tiszteletre. És a gyerek azt mondja, hogy nem mond semmit, hanem jön és felad az Isten tiszteletre. Amikor eléri a felnőtt kort, akkor azt mondod neki jó esetben, hogy gyere az Isten tiszteletre, de ő arra lehet, hogy nem jön. És utána már nem tudod azt mondani, hogy már pedig jössz, mert leadunk a gyerekvigyázóba, stb. Nem jön, miért? Mert megszűnik a kötelező neki. És ugye meg kell látni azt az állapotot, hogy mikor kell, mikor, mert egészen más, hogy kötelezőből jön, vagy egészen más, hogy önkéntesbe jön. Miért? Mert az önkéntes az mindig kifejezi a szívének az állapotát. Az önkéntesség, az engedelmesség kifejezése is volt. A kötelező nem egyenlő az engedelmességgel. Ha azt mondod, hogy ki kell takarítani ma, most, akkor az nem olyan, mint amikor a gyerek nekiáll és elkezd takarítani. A kettő között van különbség. Az egyik micsoda? Az egyik az azért van, mert rákényszerítjük. A másik miért van? Mert észrevette, hogy ki kéne takarítani. A kettő között van különbség? Óriási. Zongorázni lehet a különbséget. De csak azért mondom el, mert meglátjátok, hogy az áldozatoknál megvolt ez a kettősség. Tehát Isten megengedte, tehát Isten az Ószövetségben sem arra törekedett, hanem mindig ott volt, hogy akik szívvel akarták az Istent keresni, azok tudták szívvel keresni az Istent. Tehát nem volt ebben semmi különös gondjuk. Jó, néhány dolgot még kiírtam, aztán majd innen fogjuk folytatni, hogy az áldozat az Isten előtti elfogadást jelentett. Az ölés, az engesztelés Isten előtt, ezt jelentette. Az égetés, ugye a jól illatú füstöt, a tiszteletet jelentette Istennek, a mai nyelvre akarom lefordítani, a gyújszövetségi nyelvezetre, és a tűz az mindig a Szent Szellemet jelképezte a Bibliában. Aztán rengeteg jelkép van még, ugye az áldozatok azok mindig jelképek sorozatából épülnek fel, ahogy mondja is a Biblia, hogy az Ószövetségre azért olvassuk, miért mire irattak meg, a tanúságunkra, okulásunkra, belátásunk, jobb belátásra térjünk, erre irattak meg. Ugye itt egy nagyon fontos párhuzam is van a mai hitéletben is, hogy lehet kötelező jelleggel is keresni az Urat, de az áldozattevő, az igazi áldozattevő ember, például ugye itt az alkalom elején beszélgettünk az adakozás, meg följött ez a téma, de nagyon érdekes, hogy a Bibliában az adakozás szó, az, amit mi adománygyűjtés, az, amit mondjuk a pénz adásának hívjuk, az például áldozatot jelent. Tehát nincs ilyen szó a Bibliában, hanem az áldozatot jelent. Mit jelent az áldozat? Például én nagyon jó volt, amikor Ukrajnába mentem először, és akkor azt mondta a lelkész, hogy szedjük össze az áldozatot. És mivel először voltam ott, kinyitottam tágra a szememet, nem mertem hátranézni, hogy mit fognak ezek összeszedni most. Nem értettem, hogy mi lesz ez, mert ugye annyira idegen volt a fülemnek az a szó, hogy áldozat. És amikor láttam, hogy pénzt adnak az emberek, akkor rájöttem arra, hogy igen, ez a helyes megközelítés, mert az egy áldozat. Tehát az egy ugyanolyan áldozat, például az adakozás, csak ugye mit mond Isten az Új Szövetségben, és ez a nagy vitája a tized kérdésnek, hogy az kötelező vagy önkéntes. Mindenki azzal védekezik, minden evangélium egyház, hogy mi sehol nem tesszük kötelezővé. Persze, hogy igazat mondanak, nem teszik sehol kötelezővé, csak olyan érdekes, hogy amikor megtér egy ember és bekerül egy gyülekezetbe, az körülbelül egy pár napon belül már tudja,
hogy mi az a tized, mégis a suttogó propaganda valahogy benne van a gyökerekben, benne van az, hogy fizetned kell, mert ha nem fizeted, akkor ez lesz, az lesz. Hát hány olyan van, hogy jönnek hozzám új, friss hívő, és értitek, két Isten tiszteletem volt, és mondja azt, mondja, hogy figyelj, tényleg elvesztem a munkahelyemet, ha nem fizetek tizedet? Értitek, nem hangzol, igaza van, mert a szószékről nem mondták, hogy kötelező, de valaki biztos mondja neki, mert magától nem ilyen pihent agyó, hogy ezt kitalálja. Tehát valahogy mégis eljut az emberekhez ez. Tehát ugye úgy csinálunk, mintha mi nem tesszük kötelezővé, de aztán ugye, mint a gyereknél is. Most ha én azt mondanám a felnőtt gyerekeinek, hogy ugyan nem kötelező eljönnötök Isten tiszteletre, de hát aki nem, aki otthon lakik, az, hát nem tudom, de azért veszélyezteti az otthon lakását, meg azért a hűtő nem nyílik ki annyira, hogyha, hát el fog jönni, hát persze, hogy el fog jönni, és holott nem mondtam azt, hogy kötelező, sőt, nagy mellényen hangoztattam, hogy nem kötelező. De hát ugye pontosan ez a lényege, itt van a nagy vitánk, itt van a nagy vitánk, hogy az önkéntes, az egy egészen más dolog, és ugye az áldozattevő ki tud áldozatot hozni, aki tényleg hisz abban, akiért az áldozatot hozza. Te miért, ugye, nem akarok megbántani megint senkit, de hát sajnos ezekkel mindig azért valakit megbántok, mert sajnos ilyen világot élünk, de ma azért nem vállalnak például az emberek gyereket, én nagyon őszintén és egyenesen mondom, mert ahhoz áldozatot kell hozni. És nem szeretnek ma áldozatot hozni. Milyen áldozatot kell hozni egy gyerekért? Hát ha van egy 20 éves pár, akinek születik egy gyereke, akkor onnantól kezdve nem akkor megy el étterembe, amikor akar. Nem megy oda nyaralni, ahova akar. Nem azt veszi meg, amit akar. Miért? Mert beérkezett egy harmadik, aki jó néhány évig többet fogyaszt, mint egy felnőtt. Többe kerül a pelenka, az étkeztetése, a ruháztatása. Hát barátaim, én kevesebb forintért veszek cipőt, mint a 3 éves fiam. Miért? Mert ott, ha akarsz venni egy olyan, ami úgy egybe tartja a lábát, meg minden, nincsen 10.000 forint alatt. Én simán veszek magamnak 7.000-ért akciósba, és még tetszik is, nem veszel, ugyanúgy, nem értem, hogy az én farmerom 4500, jó, hát most biztos, hogy nem a izéből öltözök, a boszból, de mondjuk egy Tesco-s farmer 5000 forint, a gyereknek nem veszek 7-8000 alatt farmert. Miért? Mert ott azért figyelek arra, hogy neki jó legyen, inkább a gyereknek veszem meg a jobbat, mint magamnak. Mit jelent ez? Ki tudja ezt megtenni? Hát aki le tud mondani a saját dolgairól. Ezt hogy hívjuk bibliai nyelven? Áldozatvállalás. Miért nem vállalnak ma áldozatot az emberek? Azért, amit mond Pál apostol. Mert az utolsó időben lesznek az emberek. És akkor mit hoz az első helyre? Önmagukat szeretők. Feltuvalkodottak, és akkor még sorolhatnám tovább. Mit jelent ez? Megszűnik az önkéntes áldozatvállalás. Ez biblia idegenné teszi az embereket? Tökéletesen biblia idegenné. Jézus Krisztus saját akaratából, saját döntés alapján, természetesen az Atya küldte, de ott a kereszten is, és ez a csodálatos az ő áldozatában, a kereszten is, és ezt a Bibliában olvassátok, hogy a kereszten is lett volna lehetősége azt mondani, hogy nem, de nem tette. Úgyhogy nem kell itt magyarázkodni, hogy biológiai meg genetikai okai vannak, a nagy túrót sima, egyszerű önzőség oka van, mert a gyerekvállalás az kötelezettségekkel jár, és nem hozzuk meg. Mit jelent a gyerekvállalás? Nem nézheted este a filmet. Hát barátaim, nem tudok leülni, megnézni egy híradót. Miért? Mert apa olvas, apa gyere, apa gyere, apa gyere, és hát nem mondhatom neki, amikor egész nap nem vagyok vele, hogy kus, apád nézi a híradót. Nem érdekel a híradó. Miért? Mert áldozatot hozok, amúgy érdekel, nagyon, el tudnám tölteni az esteimet napi 10 óra munka után, hogy én is hanyat fekszek, eszek, iszok, csak döglök, nézem a plafont, stb. De nem teszem meg, miért? Mert ott van ez a kis lurkó, és ez állandóan kérdez. Ezt ki tudja megtenni? Hát ezt azok tudják megtenni, ez micsoda, ez áldozatvállalás. Hullafáradt vagyok én, és alig várom, hogy csönd legyen. Sokszor alig várom, hogy elaludjon. Akkor alszik el a legkésőbb, mintha érezné. Miért? De mégis az ember nem veri meg, meg nem verem össze, meg nem kötözöm oda az ágyhoz, hogy kus, miért? Hát azért, mert áldozatot tudok érte hozni. Ugyanígy áldozatot hoz értem a feleségem. Kimossa a gatyámat, megfőz, szeret. Én is áldozatot hozok érte, mert mit tudom én, viszek haza annyi bevételt, hogy ő neki ne kelljen még a gatyáim mosása, a kosz után, még, amit koszolok, még elmennie dolgozni.
mi az emberi együttélésnek a normális alapja? Hogy áldozatot hozunk egymásért. Egy közösségben mi történik? Mikor jó a közösség? Hogyha azok, akik megtehetik, áldozatot hoznak azokért, például ez is egy teljesen rossz tanítás, mert egy gyülekezetben nem fogod tudni mindenkivel elérni azt, hogy mindenki adjon és egyformán és marhasokat, hanem vannak olyanok, akik képesek arra a lehetőségeik alapján, hogy áldozatot hoznak, kiért? A többiért. És nem tapossák ki a másikból, akikből nincsen több. Tudjátok, sokszor az a szörnyű nagy tapasztalat, hogy nagyobb áldozatot hoznak azok, akiknek nincs meg erre a lehetőségük, mint akinek megvan. De az áldozatvállalás az pontosan erről szól. És ma ezért nincs gyerek. Ezért én nagyon örülök ennek, hogy itt a demográfiai robbanás szeretnének Magyarországon, csak itt ennek egy előzménye kéne, hogy legyen, hogy itt rendbe kéne tenni az agyokat. De még nagyobb, fontosabb lenne, hogy az agyak rendbetétel előtt rendbe kéne tenni a szíveket, az embereknek a szívét. És ebből lenne bizony egy, akkor lenne, ne féljetek, nem kéne akkor könyörögni az embereknek, hogy vállaljanak gyerekeket, meg stb., mert egyszerűen ez egy ilyen világok voltak, ilyen időszakok voltak, és ma pontosan ennek az ellenkezőjét éljük. Sőt, hát ugye van az is, ugye mindig beszélünk az azonos nemű házasság, meg stb., ami ugye ma már olyan megszokott volt, megszokottá vált, de ott is pontosan az van, hogy még azért sem hoznak áldozatot, hogy egy házasságban lévő küzdelmeket meglívják. Mert higgyétek el, nem bántani akarom őket, de két férfi az két férfi. Ott közöttük soha nem lesznek olyan küzdelmek, mint egy férfi és egy nő között van. Két nő az két nő. Soha nem lesz olyan küzdelem, mint egy férfi és egy nő között. Tehát egy férfi és egy nő között vannak kihívások. Vannak egy csomó olyan dolog, amiben különbözőképpen gondolkodunk, különböző elképzeléseink vannak. Hát csak gondoljatok bele, a férfinek teljesen más elképzelései vannak a szexről. Férfi az beindul, értitek, mint a spanyol bika, és tulajdonképpen, ha nagyon-nagyon siet, akkor 3 perc alatt fürdéssel minden együtt le tudja rendezni. A nőnek nincs ilyen igénye. A nő nem ilyen. A nő az úgy van, hogy kell előtte, hogy aranydrága, husikám, szívem, kis cicám, stb. A becézgető szakasz, stb. Tehát minimum egy óra. Teljesen eltörőek vagyunk sok mindenben. Ugye egy férfi mit lát, ami a szem előtt van, a nő mit lát? Sokkal jobban érzelmi ember. Sokkal jobban érzem ember. Férfinek már rég eljár a keze a gyerekkel kapcsolatban. A nő még vár egy picit. Hát, ha majd most megjavul. Hát, ha most. Hát férfi nem van. Férfi egyszer szokik, dúl. A nő mit csinál? Nem, majd várunk mi. Egészen más a gondolkodásmód. És ezért ugye én ebbe is egy önzőséget látok, hogy nem vállalják ma már azt a kihívást, hogy maradjunk az eredetinél, a férfi a nővel. Ugye 20 évvel ezelőtt volt a Markos Nádasnak egy kabaréja, amikor azt mondja, hogy hú, teljesen új jelenség van Amerikában. Férfi a nővel, ez teljesen új. És úgy mosolyogtunk rajta, hogy miről beszél. És eltelt tényleg 20-30 év, és nagyon sok helyen ez egy újdonság. Férfi a nővel. És még egyszer mondom, nem, senkit nem akarok bántani, mert kívánom, hogy mindenki térjen vissza az eredeti útra, de csak onnan jövök ki, hogy ez is egy önzőségből adódik. Egyszerűen nem képes áldozatot vállalni, és a házasság is egy áldozatvállalás. Áldozatvállalás. Hát lemondok a fiatalkori életemről, lehetőségeimről, nem mehetek el már éjszakázni, ide, oda, hamoda. Miért? Mert van egy házastársam. Amikor az ember megházasodik, bizony még sok esetben a barátságokról is lemond. Nem mehetek el minden szerdán dárcozni a haverjaimmal. Miért? Hát azért, mert a feleségem van. Tehát ezek mind áldozatvállalástól szólnak, és az emberek emberrendültek meg. Úgyhogy én a gyerekvállalásnál ezt látom a legnagyobb problémának, hogy hiányzik az áldozat. Kevesebb marad nekem. Hát értitek, van egy 300.000 forintos büdzsé, és arra vagytok ketten, az egy szép. Meg lehet belőle, hát nem erősen, de ma még el lehet belőle tegődni. De ha vagytok rá 5-en, 3 gyerekkel, akkor az azért elég sovi. Az nem sok. És akkor mi ez? Hát áldozatvállalás. Igen, áldozatvállalás. Áldozatvállalás miért? Hát le kell mondani valamiről, és ki mond le, nem a gyerek mond le. Akkor van 3 gyerekük, jó gyerekek, anyáddal mi érünk úgy, ahogy akarunk, ti meg majd legeltek. De ez nem így működik, hanem általában ki mond le, az áldozatvállaló mond le a dolgokról, mivel még a 3 éves gyereknek nehéz lemondani róla. Jó, ennek nagyon fontos az áldozatoknál megjegyezni az kötelezőt és az önkéntességet, és pontosan az égő áldozatnál ott volt az önkéntesség, és akkor majd erről a pontról fogjuk folytatni.
jó az áldozatokat Isten figyelméből.